Mesélj a családodról, az ő is. Kik voltak a Bencsikek, illetve édesanyád családja? Igen. Hát, akkor ezt a Bencsikekről talán. Tőzsgyökeres soproniak vagyunk, a szüleim is itt születtek. De ezelőtt jó néhány évvel ez elkezdett engem izgatni, ez a Bencsik család, ez honnét lehet, mert ez nem magyar név, az egészen biztos. És miután a nővérem fia hajszál pontosan olyan, mintha rekopírozták volna a Bencsik Andrásról, aki a Demokrata főszerkesztője, teljesen külsőleg a mozdulatok minden, és én fölhívtam őt telefonon. Egyszer a Demokratába, és bemutatkoztam neki, és mondtam, hogy ki vagyok, és hogy ez indítatott, és nagyon kedves volt, és mondta, hogy a család történettel ő nem nagyon foglalkozott, adott egy másik Bencsik nevet, aki valahol polgármester volt, és hogy hívja fel azt, mert ő úgy tudja, hogy őt ez érdekli, és dolgozik rajta. Fölhívtam, kiderült, hogy ez a Bencsik család nem pont Bencik, vagy szóval valami kicsit másképp volt ez. Az 1200-as évekből volt egy lovagvár, vagy talán van is, nem tudom, valahol Dalmáciába. Nem is messze Dubrovniktól, és ott ezek voltak a Bencsikek, ebben a lovagvárban. És egész addig ott éltek, amíg nem jöttek a törökök, és aztán menekültek fölfelé a törökök elől, és ezen a területen szóval több ágra szakadtak. Ki erre ment, ki arra ment, ki arra ment, de a gyökér ott van, és sikerült is megszereznem azóta már csak fénymásolatban az akkori Bencsik családnak a címerét. Tehát az 1200-as évekből valahonnan itt származunk. Édesapám Úri Szabó volt a szószoros értelmében. Az a ház, ami most lett átadva az Ötvös utcába, sokáig fel volt támasztva. Aznak a földszintje volt végig a Bencsik Lajos Úri Szabó, ez volt kint egy márványtáblán, az az apué. És engem csak halvány emlékek kötnek oda, de arra emlékszem, hogy mikor bementünk az első helységbe, milyen gyönyörű, elegáns tükrök meg, ahol ő próbált, ugye. Bent meg volt két vagy három segéd, akikkel dolgozott ő is együtt. És később ez a két-három segéd lett, mondjuk enyhén szóval vesztünk, főleg a nővéremnek, mert egyéb származásúak lettük, mert az apu ugye segédekkel dolgoztatott, nem úgy nézték, hogy három embernek munkát és szakmát adott, hanem kizsákmányon, és mi egyéb származásúak voltunk. Úgyhogy a nővérem a kereskedelmibe, a kékkelibe nagyon sokat szenvedett ezért szószoros értelmébe. Az édesanyám, ő is soproni, Szűcs Terézia néven, ő apu mellett már háztartásbeli volt, de ők az apuval abba az énekkarba ismerkedtek meg, ami a soproni muzikfereny utóda volt, és még az Áminger, az akkori evangélikus templomi karnagy és orgonista volt a karmesterének, a kórusnak, a soproni dalárda, így hívták. Igen. És oda járt az apu is, anyu is, nem ismerték egymást, a nagypapám oda járt, a későbbi keresztapám oda járt, és ők itt megismerkedtek, és később ebből egy házasság lett. Tehát a zenei gyökerek messzire vezetnek, a szülői, legalábbis a szülői vezetnek. Igen. És egy nagyon szép házasság lett. Nagyon, nagyon szép. Ketten vagytok testvérek, a Klári nővérem. Klári nővéremmel, igen, ő 7 éve idősebb, mint én. A kettő között van a világháború. Klári 70-es, én 40-es, én 47-es. Ja. Úgyhogy a gyerekkorunkról annyit szeretnék még mondani, hogy csodálatos volt. Hol laktatok talán? Hát az első lakás, ahol a Klári született, akkor én még nem éltem, az a Mikovényi út, akkor Balogh-Kovács utcának hívták 11 szám alatt, ott a szüleim béreltek egy kis lakást, és a Klári ott született. Utána elköltöztek a Magyar utca 5-be, ahol én születtem, mert nem kórházba születtünk, hanem otthon. Ez a szomszédház visszafelé, ezzel a Szeltehofer haranggöntédének, most rettenetes állapotban van. Úgy kerültünk oda, hogy az a ház, ott volt egy Pejrics nevű vendéglő, és a Pejrics bácsi, aki az egész ház volt, meg a vendéglő, az édesapám Bérma keresztapja volt. És ott több lakás is volt, és volt egy üres, és mondták, hogy jöjjünk oda. Oda költöztünk, én már ott születtem 47. október 6-án. Aztán 2 éves volt, amikor elköltöztünk a Szent György utca 20 szám alá, a régi ipartestületi székházban, ott egy óriási lakásunk volt. Előttünk a Moninger nevű jegyző lakott abban a lakásban, utána kerültünk mi oda. Hát nem tudom mennyi, mert gyerek voltam, de ha nem volt 100 négyzetméter vagy 120, akkor sem ekkora se, óriási, óriási lakás volt. Édesapának az üzletét államosították? Vagy?
Most ezt úgy emlékszem, hogy az apu ezt vissza, vagy leadta, vagy nem tudom pontosan. Mert az apu néhány soponi szabótársával együtt, öten vagy hatan voltak, alapították meg a soponi ruhagyárat. De még az apuról visszavett, mert kicsit csapongok, bocsássál meg, eszembe jutott, hogy az aput azért mondtam, hogy igazi úri szabó volt, mert például a kuncsaftok, ahogy mondták, azok olyanok voltak, mint a Lánfalusi professzor úr, az idős, aztán a Lebovics doktor úr, és sorolhatnánk meg néhány akkori egyetemi professzort, meg a mostani Erdészeti Múzeumnak a helyén előtte volt az Eszterházi erdészetnek az irodái, azoknak volt az apu. Úgyhogy apu egyedül van, én eltettem emlékbe, egyedül van Sopronban, vagy volt Sopronban, aki még frakkot vart. A Lódenka bátos időszakban, ugye, meg a smokingot, ezt mások nem is tudták, mert mintájuk sem volt. Én eltettem a papír mintákat, nekem meg van összegöngyölve ezek a dolgok. És arra emlékszem, hogy nagyon jól kicsi voltam, mindig azt mondta, ugye nem hozzánk jöttek a próbálni, hát az apu vitte a próbára a lakáshoz mindig, tehát másképp nézett akkor ki az iparos ember, ahogy, meg a szolgáltatás. És mindig mondta, hogy Jelzsi, jössz el, és persze én mindig el akartam menni, úgyhogy mindig elmentem vele. És akkor mindig próbáltuk, akkor hazajöttünk, akkor mikor kész lett a ruha, hogyha ő azt mondta, hogy jövő szombaton 6-kor van kész a ruha, akkor csengettük, akkor nem 3-6-kor lett kész, hanem 4-7-kor, hanem akkor 6-kor becsengettük mondjuk a Lánfalusiékhoz. És az apu kézbe vitte, emlékszem, hogy le volt takarva gyönyörűen, hogy meg ne gyűrődjön, és akkor ott még egyszer készen föl lett próbálva, hogy valójában olyan-e, amilyennek lenni kell. Nagy szerte emlékszem vissza a Lánfalusiékre, emlékszem is a lakásokra is nagyon jól, a felesége egy kis vékony, olyan a régi fényképeken látni, ilyen kis vékony fekete ruhában, mindig kis fehér csipke galléra a néni volt, és olyan kis szép kis tányérkákba hozott nekem mindig süteményt, és az apu mindig úgy kérdezte meg tőlem, hogy Elzsi, eljössz el liferálni? Nem azt mondta, hogy hazavisszük a ruhát, hanem eljössz liferálni, mondta, hogy el. Úgyhogy nagyon, nagyon sok ilyen helyen voltunk, és nagyon megbecsült volt ő. És páran, mondom, meglakították. Ismerted az Alexander Lánfalusit is, aki az Európa? Nem, mert akkor ő, a Lánfalusi professzor úr, mindig meséltek róla, hogy ő kint él Belgiumban, és mindig mondták, hogy megyünk a fiunkhoz, ilyen 3 évente kimentek és látogatták. Akkor ő már nem élt itt. Akkor már nem élt. Nem élt itt. Csak mondom, a háború után ment ki igen, 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 igen. Ő már nem élt akkor itt, de mindig mondták, hogy mennek most Belgiumba és mennek a fiunkhoz. És mondod, hogy édesapád alapító tagja volt a ruhagyárnak? Igen. Néhány szabóval összeállva meglepődtek a sokai, teljesen, mert itt nem volt ruhagyár. Először a Vidnyédi utcában volt, ahol aztán egy elég kis gyár volt, de ott indult. Utána jöttek át ide, ami most hát ezért nem tudom, mi lesz majd belőle a Rákóczi utcában, ebbe az óriási épületbe. Ugye az az tiszti lánynevelő. Igen, 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 az egész a ruhagyár lett. És az utcáról nézed, mind a két oldalon így körbe, ez a sarok épület, ez az egész első emelet, az volt a szabászat. Mm-hmm. És az apu volt a fő szabász. Mm-hmm. Tehát egyik vezetője volt a ruhagyárnak, és én nekem minden papírom el van otthon téve, a legkisebb fecdék is, amit a szüleim után, hanem megörököltem, átnéztem és elraktam mindent. És megvannak ezek a káderlapok és egyebek, és ennyi év után a nővéremmel nagy csodálkozása átnéztem valamikor tavaly az összes papírt, és ott volt, hogy ki volt az apu besugója, emlékszem nagyon jól arra, az nem akarok most nevet mondani, a gyárba, aki az egyik legjobb barát volt, és ők a vasárnaponként nagy turista család volt, mentünk kirándulni, mindig jött velünk, és minden, és ott van a leírva az ő kézírásával az apuról, amiket jelentett, és aláírva a neve, majdnem elájultunk. Az apu eljött a ruhagyárból, mert annyira megnehezítették a helyzetét, hogy emiatt a lap miatt, hát nem a lap miatt, hát ezek miatt a jelentések miatt, mert azt írták ugye, hogy politikailag megbízhatatlan, teljesen feleségek, klerikális beállítottságú felesége hatása alatt van, és a lányok itt arra járnak, és mit tudom én, és hát ez, hát nem kell neked mondanom, hogy akkor 50-es évek elején ez mekkora nagy bűn volt, és nem mondták, hogy menjen el, de annyira megnehezítették az életét. Lehetetlenné tették. Igen, szóval mindig fáradtan, keserűen jött haza, hogy akkor azt mondta, hogy akkor elvegy a szapó szövetkezetbe. És aztán onnét ment nyugdíjba, abból az üzletből, ami a puskás söröző, vagy volt pillanatnyilag, az volt az utolsó munkahelye az apunak. Tanárnő,
Iskolában hogy alakult az általános, és ide jártál nyilván sokkal általános iskolába? Rögtön zenei vonalra mentél, amikor beírott? De ez roppant érdekes, mert akkor még nem volt, édesanyám otthon volt háztartásbeliként, és akkor még ugye nem volt nem kötelező, nem kellett óvodába menni, mert otthon volt a szülő. De a Szeles Elzsi édesanyjának, a Koszov Mária néninek, aki zeneiskolai zongoratanár volt, volt egy zeneóvodája, ami azt jelentette, hogy ott a lakásban, az óriási nagy szobája, 50 négyzetméteres a nagy szoba, ott ő minden kedden... Itt a főtéren. Igen, minden kedden és pénteken délelőtt 9-től 12-ig mentünk zeneóvodába. És ott németül, magyarul foglalkozott velünk, és ott zenés játékokat játszottunk, énekeltünk, csörömböltünk mindenféle hangszereken, szóval már ott ez úgy elkezdődött a zeneóvodába lényegében. És egy teljesen véletlen folytán, annak köszönhetően, hogy a nővérem ennyivel előttem jár évszámba, kerültem a zongora közelébe, mert az nővérem az Óga Balatér 30 szám alatt az első emeleten volt egy Pálhegyi Viktória nevű hölgy, idős hölgy, hát lehet, hogy 40 éves volt, akkor nekem úgy tűnt, hogy egy idős hölgy, ami aztán később felnőtt fejjel rájöttem, hogy rettentő szegény körülmények között élt, hogy valami régi család lehetett, az írásán is lehetett látni, hogy milyen művelt, és nem tudom, hogy honnan származnak. Na most őt privátba tanított zongorát, és oda járt a nővérem. A nővérem már 10 volt, én meg 4. És egy ilyen rettentő sovány vézna, mindig ilyen átlátszó, úgy hívott az apa, hogy mindig átlátszó vagy. Gyerek voltam, és az anyu mindig azt csinálta, hogy amikor a Klárit elkísértük zongoraórára, ott volt egy órát, és addig berem sétált valamerre, hogy jó levegő legyünk, aztán visszamentünk a Klári élük, a vége volt az órának. És volt, hogy várni kellett egy kicsit, és én ott a 4 évesen, hogy hadd én is, meg mit tudom én, és az anyu mondta, hogy te még kicsi vagy ehhez, meg ráérsz. És a Vikica nénémet úgy hívtuk, ő mondta, hogy próbálgassuk meg vele ilyen játékosan, hát ha annyira akar, közben eljön, és akkor kicsit játékosan. És közben elmentem, aztán utána hetente kétszer mentem, és hát attól kezdve a zongora szerelmese vagyok, hogy így mondja, nem csak a zenéjé, hanem a zongorájé. És amiért a szüleimnek, emlékszem az anyagi viszonyokra abban az időben azért, hogy ez nem volt egyszerű, örökké hálás vagyok, hogy ezt a kenyeret úgy kaptam a kezembe, ebből a mai napig is élek végül is, hogy az 50-es évek elején, mikor semmit nem lehetett kapni, se húst, se narancsot a szóba se hozzuk, tejet se tejporból csinálták és minden, és akkor az én szüleim, mit tudom én, 51 vagy 52-ben vettek egy bécsi, fekete, nagy capka zongorát a két lánynak. Még mondták a több más emberek, hogy Jézusom, hogy kicsit hogy nagyzolásnak vették, hogy de látták, hogy jó adottságúak vagyunk, és hogy akkor vesznek zongorát. Mm. És innét indultam. Hova jártál középiskolába tanárnő? Te. Még előtte én jártam a teológiára, képző volt alsó tagozatban. Alsó tagozatban fiú lágy vegyes osztály volt. Nagyszerű tanáraim. Pál Lajos bácsi, Majoros Samu bácsi. Szóval egy olyan, hát gyakorló iskola volt. És a képzősek ugye mindig jöttek hospitálni, meg gyakorlati tanításra. Nagyszerű osztálytársaim, Friedrich Karcsi, aki Pesten ugye az akadémián tanít, az Arszín Miki, a Nikolics Karcsi, aki a Stanford Egyetemen oktat, szóval ilyen osztályba jártam egy alsóba, de felsőben már csak fiúk voltak, és akkor átjöttem az Orsolya térre. És itt botlottam bele, mint tanáromba, most nem jól fejeztem talán ki magam, Kovács Sanyi bácsival. Kovács Sanyi bácsi volt az énektanárunk, és akkor én már javában zeneiskolás voltam, és elég szépen haladtam előre, tehát a városban volt valami rendezvény, akkor állandóan hívtak, állandóan játszottam. 5 éves voltam, amikor először ültem a Steinway-zongoránál a Liszt, hát akkor kaszinónak hívtuk, színpadán is, még a régi terembe, tehát amit nagyon-nagyon kár, hogy elbontottak. És Sanyi bácsi mondta, hogy hát nagyszerű énekkara volt, egy 120 fős leánykara, rádiófelvételeket csináltunk, mindent, és mondta, hogy vannak ilyen zongorás darabok, kísérni kéne Elzsi, hogy megpróbálod, és mondtam, hogy meg. És így elkezdtük azt, hogy a zongora kísérője életem 12 évesen a leánykarnak. Ugyanakkor Sanyi bácsinak volt egy nagyon magas színvonalú kórus, a Haydn kórus Fertődöd. Igen, hát ugye az Kodály Zoltán is azt hiszem. Igen, és a Sanyi bácsi 12 évesen levitt oda engem, hogy neki ott most nincsen zongora kísérője, hogy eljönnél-e. Hát mondtam, persze. És elmentünk, és az idősebb emberek, hát nekem mindenki idősebb volt 12 évesen, azt mondták, hogy mit akarsz Sándor ezzel a gyerekkel. Aztán mondtam, na csak várjatok. És aztán úgyhogy végig én voltam a Haydn kórus zongora kísérője, és sokat utaztunk ahhoz képest, az akkori időszakhoz képest külföldre.
És a középiskolát kérdezted. Még egy pillanatra, ha már itt Kovács Sándor Karnagy úrnak a neve szóba kerül, mesélj róla egy kicsit. Sok évekkel ezelőtt meghalt, jó néhány. Most lesz a centenárium idén, a születésnap születésének. Igen, 96, 94 évesen halt meg, és idén lenne 100 éves, áprilisban. Igen. Nem áprilisban, de decemberben, mert ő mindig azt mondta, hogy december 16-án három nagy ember született, Beethoven, Kodály és Kovács Sándor, ez mindig jókat humorizált, hogy most lenne 100 éves idén, és tervezünk is majd valami dolgot. Hát Sanyi bácsival akkori tanárdiák kapcsolatból, később egy állandó kapcsolat lett, aztán a zeneiskolába, mikor ide kerültem, Jancsovics Tóni elment Győrbe konzervatórium igazgatónak, Sanyi bácsi megbízott igazgató volt, aztán kollégák voltunk sokáig, és akkor ő elment az óvóképzőbe. Nekem volt egy zongora, általános iskolai ének és szolfés szakos diplomám, de a zongorán kívül soha nem használtam a másik kettőt, annyi növendék volt zongorára, hogy nem volt erre szükség, hogy mást is tanítsak, és ő állandóval hívott engem, hogy Elzsi, gyere át az óvóképzőbe. De nem, ahányszor üresedés volt, nem tudom, hányszor fordult ez elő. És mondják, hogy Sanyi bácsi, én annyira hangszeres beállítottságú vagyok, hogy én nem tudok, hát nagyon sajnálom, gyere. Pedig olyan nehéz volt bekerülni, hányan pályáztak, és mindig el akart engem vinni. És akkor legutoljára, mikor 1969-ben, 20 évig voltam zeneiskolában, 89-ben azt mondta nekem, hogy Elzsi, most elmegyünk hárman nyugdíjba, ő volt az egyik, és a legidősebb kollega, a Dagyalpár 50 éves. Tehát amíg az Dagyalpár bennem el nem megy nyugdíjba, addig itt újból hely nem lesz. És a Fodor Gábor, aki abbár akkor ott volt, nagyon bedolgozott neki, hogy gyere át, meglátod, milyen jó. És megpályáztam, és átkerültem, és hát rettenetesen szerettem ott tanítani. Tehát a Kovács Sándornak köszönheted a zeneiskolai életedet. De előre szaladtunk az időben. Igen. Menjünk még a középiskolára vissza, hiszen két évet a Berzsenyibe jártál, igen, két évet pedig már Győrben. Hogy volt ez? Hát ez nem egy túl vidám történet. Én hatodikas voltam, 12 éves, akkor maradtam ki, hát ma majdnem akkor, mert ez májusi történet, amikor az édesanyám, aki 48 éves volt akkor, a kórházban egy orvosi műhibából kifolyólag deréktől lefelé teljesen lebénult, egész élete végéig ez így volt, és én a győri konziba készültem, nyolcadikosan. Ugye mi nem tudtuk ezt, hogy ez orvosi műhiba, mert nem mondták meg, nem tudtunk erről. Azt hittük, hogy ott a megbetegedett, még jobban isiásszal kezelték. Tehát akkor azt gondoltuk, hogy majd meggyógyul, hát naivan az egész család ezt gondolta, és én felvételiztem 8. koromban Győri Konziba, zongoraszakra fel is vettek, és aztán akkor kiderült, hogy az anyu semmivel nem lesz jobb, akkor úgy gondoltam, hogy akkor még egy kicsit itthon maradok, hogy hát, hogyha lesz változás, hogy nem akartam, akkor ment férhez a nővérem, 62-ből elkerült Sopronból, nem akartam itt hagyni őket. Elég késői gyerek vagyok egyébként. És akkor elmentem Győrbe, és elmentem a konziba, és visszakértem a papíromat, és elmondtam, hogy nem jövök, nem tudok jönni. És hát nagyon sajnálták, akkor egy óriási cikk is megjelent rólam fényképpel a Kisalföld hátlapján, egy teljes, majdnem teljes oldal, hogy hát nem tud jönni, meg mit tudom én, ilyen dolgokkal. És akkor elmentem a Berzsenyibe. De akkor nagyon érdekes volt ez, mert akkor megfogult a fejembe, hogy ha már itthon maradok, én ugye kicsikét vaciláltam a matematika meg a zongora között. Én nagyon szeretem a matematikát is, és nagyon jól ment, és nagyon kiadta érdekelt. Érdekeltek a példák, hogy meg tudom-e csinálni. Szóval. És akkor átmentem a papírommal a Kékkeribe. Akkor oda is felvettek. Akkor még mindig gondolkoztam, hogy most, ahogy mondtam, akkor könyvelő leszek, vagy mi a fene leszek, hogy ez nem lesz nekem jó. Akkor elmentem a Kékkeribe a papíromért, és akkor Guszti bácsi mondta, gyere hozzánk, mit vacakoz, gyere a Berzsenyibe, ott van az összes zeneiskolás. És átmentem a Berzsenyibe, abban az osztályban jártam, akkor végzett az Askerc Éva az egyetemen, az ELTE-n, és mi voltunk az első osztálya, ő volt az osztályfőnök és a magyar tanárunk is. És ugye akkor már egyre nehezebb volt az, hogy a Berzsenyi nem volt egy könnyű iskola, bár jó tanuló volt, de tanulni csak kellett néha. Bocsánat, hogy közbeszólok. A Várszegi Asztrik abban az évfolyamban járt? A Várszegi Asztrik a mellettem lévő osztályba járt, és
kettővel fölötte. Neki a Piacsek volt az osztályfőnöke, de nagyon jobban voltunk, mert itt lakott a Tűztoronynál, és minden reggel jött, értem a Városház utcába, és együtt mentünk a Új utcán végig, baktattunk a Berzsenyőbe az Asztikkal. Úgyhogy azóta is nagy a barátság. Aki akkor még Imre volt. Imre volt, igen, és az nagy a barátság, mind a két unokámat ő keresztel tartjuk is a kapcsolatot. És aztán nehezedett a tananyag, és egyre több lett, és aztán akkor úgy láttunk harmadikba, hogy tovább kell menni, mert akkor a lemaradásom lesz, ha érettségig várok, nem zongorából, nagyszerű tanárom volt a Barlai Margita Pupi néni, akinél jobbat kívánni nem lehet, hanem ott ugye annyi melléktantárgy volt, hogy népzene, zenetörténet, szolfés, összhangzata, ez mind külön tantárgy volt, amit ők abban tanultak, nekem viszont szolfés volt meg a zongora. Úgy harmadéven elmentem, ott is érettségiztem le, egy nagyszerű osztályba kerültem. Győrben, igen. Egy nagyszerű osztályba kerültem. Akkor, ez 64-ben volt, akkor az 50-es évek elején, hát most 75 éves ki lehetne számolni ez a konzervatórium, hogy ez mikor alakult, akkor jó volt, mint a pesti. Ezt megmondom, hogy miért. Ez a pestiek sem tagadták egy pillanatig se, mert ez úgy alakult, hogy azok a származású, meg hátterű tanárok, akik mint például az én tanárnőm, Varjasi Suhajda Mária a Felvidékről, ezek nem kívánatosak voltak az akkori világban mi tanárok. És nagyszerű tanári karol, csupa ilyen előnevek, amit nem használtak, csak hát nem kaptak. Számüzetésből megalakult a Győri Konzi, így van. Igen. Ami egy nagyszerű iskola volt remek tanárokkal, nagyon szerettem oda is járni, minden iskolában nagyon szerettem, és nekem remek tanáraim voltak mindenhol. És tehát így kerültem én oda, végül is ott leérettségiztem, és akkor mindenkinek az volt a terve, rajtam kívül az összes tanáromnak, hogy én egyenesen megyek a Zeneakadémiára, zongora szaknak, és ugyanakkor, ugye az 5 év lett volna, apukám is már nyugdíjas volt, szóval ők sose mondták, hogy ne menjek tovább, vagy szó nem volt róla, mindent vállaltak, én tudom, hogy engem taníthassanak, és ameddig el lehet menni, eljussak a zongorával. De én tudtam, hogy ez milyen nehéz dolog, és Győrben volt a Zene Akadémiának, egy nagyon hosszú neve van, de azért elmondom, hogy Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, zene és énektanárképző szak győri tagozata. Tehát mi az akadémiához tartoztunk, és ez 3 éves volt. És én úgy gondoltam, hogy ezt a 3 éveset elvégzem, hogy legyen egy diplomám, tehát legyen már a kezemben valami, hogyha segítenem kell, vagy bármi. És aztán utána még mehetek az akadémiára, azt a 3 vagy 2 évet majd beszámítanak. És ez így is történt, úgyhogy amikor dediplomáztam, ott is végig jártam házakhoz szolfést korrepetálni, matematikát korrepetálni, kinek mire volt szüksége. Aztán 66-ban megnyertem egy Liszt zongora versenyt, és akkor a Győri Városi Tanástól egy teljes tanévben keresztül kaptam 400 forint ösztöndíjat havonta, ami akkor azért nagyon jó pénz volt. És ugyanakkor, mivel én már 12 éves korom óta a Soproni Szent György templom kántora voltam, egyik kántora, még akkor is, amikor hazajöttem tanárnak, még akkor is jártam, a Soproni konventtől is kaptam havonta 400 forint, vagy de havonta egy évig 400 forintot, ő Bühner Perátus úr kiárta ezt nekem. És mellette korrepetáltam, úgyhogy itthonról igyekeztem minél kevesebb segítséget kérni és elfogadni. Aztán később, hát akkor népköztársasági ösztöndíjnak hívták. Akkor népköztársasági ösztöndíjas lettem, ami 900 forint volt. Az nagyon nagy. Hát, apunak 1200 volt akkor a nyugdíja, és én 900-ot kaptam havonta. Lediplomáztam, és felvételiztem a Zeneakadémiára. Zongora szakra. Kadosa Pál volt a zongora tanszak vezetője. Hát most nem azt mondom, hogy pehemre. Ugye én 3 éve idősebb voltam, a többiek, azok konziból jöttek. Igen. És ugyanakkor, mivel 3 évvel fiatalabbak voltak nálam, ugyanakkor felvételizett a Ránki Dezső és a Kocsis Zoltán velem együtt. A felvételim nagyon jól sikerült, és a Kadosa tanár úr, aki tanszékvezető volt, nem én kerestem meg őt, ő keresett meg engem. És azt mondta nekem, hogy Erzsi, most kimondottan helyhiány miatt nem tudjuk fölvenni, meg hogy van is egy diplomája, de jöjjön vissza jövő májusba, fő van véve. És jövő májusban az Erzsi férhez ment, és nem ment vissza a Zeneakadémiára. Úgyhogy ez a rövid történet. Tehát a zongora művész diplomám nincsen. Hazakerültél Sopronba? Hazajöttem 69-ben, aztán Sopronba, igen. Itt lettem zongoratanár a zeneiskolában. Állandóan muzsikáltunk, állandóan kamarazenéltünk, állandóan zongoráztam, felléptem szólóesteket a szimfonikus zenekarral, nagyon sokat szerepeltem, és itt voltam egészen 89-ig, amikor elmentem az óvóképzőbe,
de félállás maradtam a zeneiskolába. Az zongoratanítástól úgy nem tudtam elszakadni, tehát félállásban ott maradtam, és nagyon sokáig ott voltam. Aztán közben jött, azt emlékszel is rá, 92-ben, hogy jött a Mikó, és kértek, hogy menjek a színházba. Korrepetitornak. Mikó István lett ugye a Sopré Színház alapító igazgatója. Igen, meg a színtársulat. És igen. Oda is olyan furcsa módon, hogy elmondhatom el időbe, hogy annyi furcsaság történt az életemben, oda úgy kerültem be, egy éve volt már a színház, amikor egy délután jöttek a irodából, tanítottam zongorát a termembe, hogy jöjjek a telefonhoz. Fölveszem a telefont, Füzi Edit, úgyis ismered, telefonált, a színháznak a közönség szervezője volt ott, hogy Erzsi, az a helyzet, hogy ma estére kéne egy olyan zongorista, aki akkor is el tudja játszani, amit kell Magnóra, hogyha nem gyakorolt előtte. És mondta neked, hát én nem, és az, hogy rád gondoltunk, hát mondta, nem ígérek semmit, azt tudom, mit kell játszani. De hogy menjek át, éppen a lovagias ügyment, ezt a Szombati Gyuszival, meg a Mikóval, és hogy menjek át a szünetre, és akkor megbeszéljük. És átmentem, hogy én volnék az, hát mit kéne csinálni. És akkor mondta a Szombati Gyula, hogy következő ősszel ő rendezi a Ne bánts virág című operettet, és csupa olyan színésze van, aki nem kotta olvasó. És hogy ő azt szeretné, hogyha ezeket a dolgokat, amik kinek milyen... Az egy korrepetitor lennél. Nem, később igen, de először, hogyha rájátszanám most előadás után, mondom, Gyula, hát azért ez egy picit, hogy ott teljesíts meg, semmi sem volt akkor még hozzá, hogy ezeket én rájátszanám magnószalagra a dallamokat, hogy ezt kioszthassa azoknak, hogy nyáron már tanulhassák, és lekottáznám úgy mindegyiknek a szerepét, hogy ahogy a pont afölé a kotta, vagy alá kotta, bogyó alá kerüljön a szótag, amit énekelni kell, és hogy ezt megcsinálnám-e. És megcsináltam, és úgy, hogy másnap mondtam, hát most hadd ne itt este 10-kor, azt sem tudom, hogy hát jó, hogy akkor másnap 10-re bejönnék-e, hogy ő hoz kottákat, és meg a Magnóját. 10-kor mentem, ott ült Magnóval, hát kotta mi van? Hát ilyen, mint a matek füzetben ilyen négyzetrácsos papírjai voltak, mindenféle számjegyekkel, meg kotta fej egy semmi se, és hogy ezeket kéne lejátszani, hát aztán elénekelte a dallamot, úgyhogy végül is felvettük, és mikor odaadtam neki a lekottázott anyagokat, azt mondta, hogy ő még ilyen precíz munkát írásban, úgy kottázta, mint a nyomtatás, ilyen precíz munkát még életében nem kapott a keze közé, és utána még azt csinálta, hogy itt vett, neki mindig is volt a szervet Sopronban, és egy nagyon-nagyon régi ilyen tekerős gramofon, tudod, milyenek voltak ezek ilyen nagy lemezekkel, amiket örökké forgatni kellett, és neki voltak ilyen lemezei, amik a 20-as években lettek fölvéve, ilyen kuplék és egyebek. Na és ezeket odaadta nekem, az a... ez jött a lemezekről, semmi egyéb, és ezeket is leíratta velem. És annyira meg volt velem elégedve, hogy Mikónak is beajánlott, és így bekerültem a Sopronyi Színházba 20 évre. Elfelejtettem valamit elmesélni az édesanyám családjával kapcsolatosan, amivel picikét visszaugranék, hogyha megengeded. Édesanyám 1911-ben született, és az nagypapámat, a Szűcs nagypapát, Szűcs Sándornak hívták, behívták az első világháborúba. Édesanyám 4 éves volt, a nővére 5,5. És a nagypapától az elmesélések alapján tudom, a frontról jó néhány ideig jöttek ilyen kis tábori lapok, ilyen kis cédulácskák, az egy idő után ezek elmaradtak. És nagyon sokszor ment sebesült vonat keresztül Sopronba, a déli pályaudvarnál, ott megálltak, és akkor a nagymamám a két kis lányával rohant a vonat mellett, és kiabált, hogy Szűcs Sándor, hallotta-e valaki ezt tevet, vagy nincs-e itt, vagy valami. Szóval a lényeg az, hogy rövidre zárva a nagypapa nem került elő. Rengeteg módon kerestették Vöröskeresztől, mindentől legalább azt tudnánk, hogy hol van eltemetve, mert biztos, hogy nem él, az biztos. És képzeld el, ezt ezért szerettem volna előhozni, hogy talán ezelőtt 3 vagy 4 évvel, de több biztos, hogy nem, a Honvédelmi Minisztérium kiadott egy 8 éves munka során, fölgöngyörítette az összes első világháborúban eltűnt, vagy fogságba esett katonát, hogy ki hol volt, hol halt meg, és minden. És föl lehetett, fönt volt egy link, amivel keresni lehet. És a fiam megkereste, és elküldte,
nekünk, és nagy megdöbbenésünkre a nagypapánk 105 év után derült ki, Miskolcon fekszik a hősi temetőbe. Nem tömegsírva, úgyhogy Gábor azonnal elment, ő Pesten van, és mármint a fiam Gábor, ő volt ott elsőnek, tette oda a mécsest, és nem tömegsír, nagyon-nagyon-nagyon szépen gondozott hősi temető, egyforma fejfákkal, és rá van írva, hogy Szűcs Sándor tüzér 1883-1915, tehát a mindjárt egy év múlva meghalt. Szegény édesanyád, ezt már nem élhet. És hogy nem érhette meg, és a Gábor elment elsőnek, gyújtotta a mécsest minden szentekor, és csináltott egy fényképet, ahogy a nagypapánál gyújtja. Mi is hamar elmentünk, nagyon hamar, és ott valahogy, hát nem tudom elmondani, hogy mit éreztem, amikor ott megálltam a sír mellett, és ki volt írva, hogy Szűcs Sándor, akire annyit hallottam, hogy nem lehet tudni, hogy hol van, és hogy milyen kár, hogy nem találtuk meg. És arra gondoltam valahogy, hogy az édesanyám ez biztos, hogy tudja, hogy megtaláltuk. Én azt hiszem, hogy tudja, hogy megvan a nagypapa. És először arra gondoltuk, hogy exhumáljuk, de aztán úgy döntöttünk, hogy nem, mert olyan gyönyörű az a temető, olyan gyönyörűen gondozott, a fű nyílott, gyönyörű fák alatt vannak, hogy most már 105 év után nem bolygatjuk meg. De a nagypapa is meglett, ezért szerettem volna ezt elmondani, de volt nekem egy másik nagypapám. Nagymamámat, anyai nagymamámat nem ismertem, 45-ben meghalt, de ő miután halottá nyilvánították ennyi év után a férjét, a Szűcs Sándor nagypapámat, még egyszer férhez ment, jó sok év múlva, egy Donál Vencel nevű nagypapánkhoz, akit akkor öreg legénynek mondtak már, mert 40 éves volt, de ő az egész ő vasöntő volt, de az egész világot bejárta, szószoros értelmében. Úgy tudom, még Detroitba is járt, a Krupp műveknél dolgozott, aztán mikor ide visszajött a sok vándorlásából, Sopronba, itt dolgozott a Szeltminghofer harangöntődébe, és nem tudom, hogy te tudod-e, vagy emlékszel-e, nem hiszem, a Prinz pihenőnél volt egy turulmadár. Igen. És annak az egyik szárnyát a nagypapa öntötte, és erre mi olyan büszkék voltunk. És az édesanyáméknak olyan édesapja volt a szószoros értelmében, hogy sok édesapa nem olyan, nekünk pedig olyan nagypapánk volt. Mm-hmm. És ő 1956. november 7-én halt meg, az édesanyám nővéreiknél, a Paul Pékség, a Szélmalom utca elején, ők voltak az én keresztülei, meg a keresztmamám volt a Paul Pékné, és a nagypapa ott lakott abban a házban, egy külön kis lakásban. És bár tudtuk, hogy utolsó napjai vannak, és mivel kijárási tilalom volt, magam előtt látom ott, ahol a cukrászda, döntői cukrászda van ott a sarkon, egy ilyen hengeres hirdető oszlopot, hogy rá volt írva, hogy Bondarcsuk városparancsnok, ezt ebben felejtem el, hogy ez lesz meg az lesz, ha kimennek az emberek este 7-től, nem tudom hányig az utcára, és akkor anyukám még úgy döntöttek, hogy átmegyünk a keresztmamáikhoz, mivel a nagypapa haldoklik, mert hogy egyik férfi sem merik megreszkérozni azt, hogy akkor átjön a másiknak megmondani. És bőven volt ott hely, tehát ott voltunk a nagypapa utolsó napjaiban, együtt a Paulékkal laktunk, a keresztüleimmel, hogy együtt legyünk, amikor a nagypapa meghal. És valójában így is volt. 56-tól még annyit, hogy láttam azt a sok, én hát 9 éves voltam, én nagyon jól emlékszem rá, és láttuk azt a sok szekeret, meg ilyen húzós, négykerekű fakkocsit, nem tudom, milyenek voltak ezek, és hogy most, hogy belegondolok, az emberek miket mentenek utolsó pillanatban, ilyen leves szűrőket, meg nem tudom, miket kötöttek rá, meg azokat húzigálták. Kinek mi volt a fontos? Igen. És meg gyerekek ültek a kocsi tetején, és az édesapám azt mondta, hogy ha egyetlen család marad Sopronban, azok mi leszünk. Erre nagyon emlékszem. Mert többen, hogy Bencsik úr elmennek, és azt mondta, ha egy család lesz itt, aki megmarad, azok mi leszünk a Bencsik család. Úgyhogy szóba sem jött. Sőt, a későbbiek során én a zenélésem révén, a sok szereplésem révén, persze relatív minden, hogy sokat, de az akkori viszonyokhoz képest sokat eljutottam külföldre. Münchenbe, Bécsbe, Olaszországba, különböző helyekre zongorázni, vagy csembalozni, vagy mikor mit énekkart kísérni. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb helyen fölkínálták, hogy maradjak ott, Kemptenbe például. Hogy mindjárt lakás, zeneiskolába állás, stb. Nem tudtam ott maradni sehol se. Először azt hittem, hogy azért nem tudok ott maradni, mert itt vannak a szüleim, és hogy ezért. És amikor már akkor kínálgatták a lehetőségeket, hogy maradjon itt, vagy maradj itt, szüleim már nem éltek, rájöttem, hogy nem csak az volt az erő, hát az is, nem tudtam ott maradni. Sopron.
Sopron. És te bármennyit utaztam, busszal jöttünk mindig, és amikor fölengedték a piros, fehér, zöld sorompót, én valahogy egy olyan jó érzés ötötte, hogy itthon vagyok. Pedig biztos, hogy hát nem is kell mondani anyagilag, meg mindenféleképpen mennyivel előnyösebb lett volna az, hogyha kint maradok, és mindent rögtön kínálva lakással, állással. Csak kanyarodjunk vissza a Paul pékséghez. Paul Tamás, unokatestvérem. Ő ugye kint maradt, és vált kint Németországban. Frankfurtban volt. Világhíres hegedű művészé, ugye? Az öcs, bocsánat, hogy öcsit mondok, igen, ő Tamás. A Frankfurti Rádió zenekarába dolgozott. Hát ő is úgy mondjuk, ő 72 vagy 73-ban maradt kint. Ő az opera koncertmestere volt Pesten. Nagyszerű. És hát azt hiszem, hogy Európa szerte rangos. Igen, és a világot bejárta a Frankfurti Rádió zenekarral, de most hazaköltözött. De most itt valakik újra Sopronban. Most már újra Sopronban lakik, és ő volt a... Mi úgy nőttünk, mint a testvérek, mert ő meg én köztem csak egy év különbség van. Ő egy éve idősebb, ő egyik fiatalabbik nővére nála 8-a idősebb, az enyém meg 7-tel, és ők is passzoltak egymáshoz korba. Meg együtt jártunk zeneiskolába az öcsivel, meg együtt muzsikáltunk, meg együtt Horváth Jóska bácsihoz jártunk, ő volt a tanára. Oda jártunk kamarazene órára is, ő meg hegedő órára is, úgyhogy reggel jött, értem, teológiára járt, ő is csak egyen följebb, Walter Dezsővel jártak egy osztályba. Úgyhogy reggel jött, értem, a Szegény utcába együtt mentünk iskolába, testvérekként nőttünk, és akkor ő 73-ba elment, hát csodás karriert futott be, így igaz. Tanárnő, kanyarodjunk vissza, ez egy nagyon fontos kitérő volt, amit elmondtál az életednek erről a szakaszáról, illetve az őseidről, felmenődről, nagypapáidról. Kanyarodjunk vissza a színházhoz. A színháznál évtizedeket töltöttél. Két évtizedek. Repetitorként, illetve zenei közreműködőként. Igen, igen. Hát 93-tól 2013-ig voltam a színháznál. Kereken 20 évet. Mint az eddigi összes többire azt mondtam, hogy imádtam, ma nagyon szerettem, hát ezt aztán pláne. Nem tudom, elmondjam-e, hogy kerültem oda. Igen. Szintén nagyon érdekes véletlen folytán, zeneiskolában délután tanítottam 2003-ban valamikor zongorórát, és irodából jött a gazdasági hölgy, hogy Erzsike el telefonnál a színházból keressék, a színház, senkit nem ismerek, ott vagyunk, kikeres. Füzi Edit keresett a közösség. Ja, ezt már elmondtad ezt, hogy egy Magnóra rájátszottad. Igen, és akkor... És emlékezetes darabokban szerepeltél. Tehát az első volt a Neváncs Virág mindjárt, és hát én voltam olyan értelemben, aki betanította a műveket, nem a zenekarnak, hanem a színészeknek, igen. Akik közül nagyon kevés volt elenyésző számba, akik ott átolvasott. Tehát gyakorlatilag zongorával addig nyomjuk. Mikó István kiváló zenész. Mikó, persze, nem is rágódott, a nagyszerű zenész, egészen kimagasló, meg jól is hegedül meg mindent. Tehát ez együttesnek és nagyon szerettem vele dolgozni, nagyon szerettem vele dolgozni. Nagyszerű társulatot hozott ott össze, hogy az Arizonából, akik eljöttek, és a Mikó olyan igazgató volt, hogy ez egy család volt ott. És olyan jó érzékkel, úgy egy volt a sokunk közül a Mikó, de azért tudtuk, hogy ő a főnök. Mm-hmm. És nagyon jó volt volna vele dolgozni, és én tanítottam mindig be a színészeknek, volt, hogy 6 hétig fönt voltam Pesten, mert ott próbálták a Marica grófnőt, és akkor nyáron akkor oda fölkötöztem, és akkor ott tanultuk a szerepeket, meg amikor már színpadon próbáltak, akkor alázongoráztam a majdani zenekar helyett a dolgokat, és ezt csináltam 20 évig, de közben nagyon szép és nagyon értékes élményem, hogy akkor a Mikó elindított a Színitaondát, ott a Metes székházban kezdtük, és hát én tanítottam ott hangképzést, és Mikóval együtt a zenés mesterséget. Hát az egy csoda volt, amit én ötöget adottam zenés mesterség címszó alatt. Aztán minden héten hétfőn volt óra a Valló Péterrel, ahova én, ha csak tehettem, elmentem, mert Valló Péter az szenzációs órái voltak. Szóval Ince Jóska a táncot, vagy Ince József, bocsánat, a táncot, hát szóval csodás társaság volt, és ott én a színházban nem voltam előtte így bent, hogy ott dolgozni. És az egy olyan nagyszerű dolog, mert ott 6 hét van, hogy 6 hét elején kapok egy könyvet a kezembe, hogy menjek el, vagy kottát, olvasópróbára, összeolvassuk, ez lesz a darab, és pontosan 6 hét múlva fölmegy a függöny, és premier van. Tehát ott olyan jó ebben a fejlődésben, ebben az építkezésben, amikor a semmiből
eljutunk a premierig részt venni, abszolút intenzíven, hogy nagyon-nagyon szerettem. Emlékezetes előadások voltak ebben az időszakban, nyilván sok színészhez kötték, egy barátság. Hogyne! Keresztes Ildikóhoz, Szombati, hát ő most szegény, nagyon beteg, Székhelyi Józseffel, Isten nyugosztalja, nagyon jóba voltunk, tudom, hogy sokat teniszeztetek. Aztán Bence Ilonával, akkor nem is tudom, kiket mondhatok. Hát ugye volt egy kiváló énekesünk is itt, az is közelmúltban, meg Maros Gábor, ugye? Maros Gáborral, hogyne, nagyon jobban voltunk a Gáborral is, igen. De tehetséges ember. Igen. Ővel is sokat felléptem, úgy értem, hogyha ment valahova énekelni, valami szólóestre, kis próza, egy kis jenek, akkor vitt magával, hogy az énekszámokat kísérjem én zongorán. Mikóval is voltunk így egy jó párszor turnézni, hogy hát ő... Jó, mindig improvizált, és én meg egy olyan, bocsánat, olyan nevetős típus vagyok, hogy mindig mondtam, hogy megfogadom ott a színpadon, ült el föl egyedül a hangszerrel, és ő mondta, hogy Erzsi, nem lesz, ez se lesz, az se lesz, nyugi, és közben bedobott olyanokat, hogy nem bírtam ki, hát. Na, és emellett tanítottál a zeneiskolában, igen. Illetve a zeneiskolából elcsábítottak téged az óvodőképzőbe, ugye? 89. Ez hogy történt? Tehát ez úgy történt, hogy én a zeniskolában csak zongorát tanítottam, mint mondtam neked, és a Kovács Sanyi bácsi átkerült az óvóképzőbe, és ő volt a zenei, akkor szakcsoport volt, mert akkor még nem volt ez se főiskola, se egyetem. Később lettünk aztán Nyugat-Magyarország egyetem volt, amikor én ott tanítottam. Benedekelek pedagógiai kar voltunk mi. És Sanyi bácsi rengeteget mondta nekem, hogy gyere át Erzsi a képzőbe tanítani, hogy de jó lenne, hidd el, ott olyan jól lenne. És hogy nem tudtam elképzelni, hogy ilyen felnőtt lányokkal nem zongorát tanítok, hanem mit tudom, én másokat csinálok. És mit tanítottál ott? Hát, amit akartam, majd, hogy nem így mondhatom. Van egy kötelező dolog, amit a végzős, óvóképzős hallgatónak, vagy óvodapedagógusnak, ha végez, ének-zene terén tudnia kell. Hogy mit várhat el egy 4 évestől ritmusba, hangvisszaadásba, milyen játékokat kell játszani ahhoz, hogy ezt az érzékét fejleszik, roppant összetett. De emellett taníthattam zenetörténetet, taníthattam furuját. Nem hiányzott a zongora? De nem, volt mellette, hogy az még mindig megvan. És jártam a lányokkal, mindig kaptam egy csoportot, mindig 3 évig óvodában gyakorlatra, és az borzasztóan élveztem. Az borzasztóan élveztem ugye ezeket a dolgokat. Én nagyon szerettem ott, és Sanyi bácsi mindig mondta, Sanyi bácsi, én hangszeres beállítottságú vagyok, én engem az zongora... És azt egyszer csak azt mondta Sanyi bácsi, hogy most elmegyünk 3-an nyugdíjba, Erzsi, utoljára szólok neked, most lesz 3 hely, utána a következő, aki nyugdíjba megy majd egyszer, Nagy Alpár tanárul lesz, de ő most 50 éves. Tehát akkor mostanában nincs lehetőség átmenni. Fodor Gábor kollégám, akivel rengeteget muzsikáltunk együtt mindenfelé, is oltogatott, hogy gyere át, meglátod, meg muzsikálunk, meg minden. Na és beadtam a pályázatot, és oda kerültem adjunktusnak, és nagyon nem bántam meg. Ki volt a tanszékvezető? Jaj, hát olyan tanszékünk volt, Nagy Alpár tanár volt a tanszékvezető, olyan csapat, hogy az egész házban mondták, hogy ilyen tanszék nincs még. Ha ketten itt vannak összesen a 6-ból, akkor már a folyamatban... Ki volt az a 6? Nagy Alpár. Ő volt a tanszékvezető. Dárdai Árpád, Fodor Gábor, Talber Anna, Horváth Zsuzsa és jó magam. És egy olyan, hogyan mondjam, zeneileg egy nagyon jó, szakmailag egy nagyon jó társaság volt, mindenki másba ásta bele magát, tehát ott féltékenység vagy irítség, ott mindenki árpi dirigált, mi hangszeren szerepeltünk, mindenki szurkolt a másiknak, szóval nem beszélve, hogy humorral milyen jó társaság volt. Ez nagyon-nagyon szerettem ott tenni, onnit mentem nyugdíjba 2005-be. Kicsit korábban, mint ahány idős voltam, mert akkor 47-esek elmehettek nyugdíjba, és utána még lett volna 7 évem. És akkor már nem a szakma miatt, és nem a tanítás, és nem a kollégái miatt, de akkor én már nagyon nem éreztem ott jól magam az óvóképzőbe, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor eljövök. Tanárnő, nagyon fontos volt az életedben a Soproni szimfonikusok, ugye? Hogyne. Mikor kerültél be? Kislányként? Még Horváth Jóska bácsi zeneiskolásaként. Mert akik zongoristák voltak, mint például a Szeresné Basinski Erzsi is, és lehetett Jóska bácsi látta azt, hogy ezek zongoristák, de nem játszanak zenekarba, de esetleg tehetségesebbek, vagy erre a pályára mennek, minket beültetett ütőzni. A Triangulumtól a Nagy Dobig mi ott mindenféleket csináltunk. Tehát ott úgy kerültünk a zenekarba.
Aztán ötödikes voltam az általánosban, amikor először játszhattam a Sopoli Szimfonikus Zenekarral, Mozart Dédurondót, mint szólista, és a Jóska bácsi dirigált, Horváth Jóska bácsi, és hát az is szenzációs élmény. Aztán minden évben játszhattam egy zongoraversenyt Édelt, amíg itt voltam. Amíg hazajöttem is játszottam még. Én rengeteget zongoráztam, én most is zongorázom még, de már megfogadtam régen, hogyha elérem a 70 évet, és azt már bőven elértem, mert 75 voltam októberben, akkor több nyilvános színpadi szereplést nem vállalok, hogy tudni kell visszavonulni. Hát mit mondjak neked, Tamás, nem tudtam, hogy ilyen nehéz visszavonulni, komolyan mondom. Nehéz. Nehéz az, hogy mostanában közösségét zongorázom, tanítok, gyerekének előjátszom. Na és hát egy nagyon fontos dologról nem beszéltél. Vissza, mégiscsak a Zeneakadémiát elvégezted, ugye? Igen, ott szereztem a másoddiplomámat. Az óvóképzőben tanítottam, amikor lehetőség nyílott arra, hogy 6 szemeszterben, tehát 6 fél évben, betudva az első diplomát, el lehetett végezni a Zeneakadémiának a karvezető, iskolai élet, tanárképző, zeneelmélet, stb. Szakát, tehát nem zongora főszakosként, hanem elméleti és karvezetőként. És azért is egy, többen mentünk a tanszékről, és az egy csoda volt, mert Újfalusi József, hát az indexemet csak azért érdemes megnézni, mert azok az aláírások, amik ott vannak, hogy Újfalusi József zeneesztétika, aki akkor már nem, de előtte a Tudományos Akadémiának a vezetője volt, ugye? Meg hát olyan tanár nevek a szakmában, akiket hallásból mind ismertem, meg a könyveikből tanultunk annak idején. Sobrani József akkor ott rektor volt. Akkor volt. 92-ben végeztem én ott, akkor ő volt a rektor. Ő volt a rektor még. És ez diplomám is megvan, és ezt is nagyon örülök, hogy elvégeztem. Úgyhogy most akkor kettő van a Zeneakadémiáról, de csak az első szól a zongoráról. A második az elméleti szakok és a karvezetés. Tanárnő, a Soproni Zeneiskolában hosszú ideig tanítottál, évtizedeken keresztül tanítottál. Kik voltak, majd erről még beszélünk, a még mindigről, kik voltak olyan tanítványaidra, akikre szívesen emlékszel vissza? Hát akit talán többen is ismernek, a Konyai Tibi. Mondhatnék sokat, és mondok is majd egy pár nevet, mert így nem tisztességes tőlem. Csak a Tibi senki máshoz nem járt zongorázni, csak én hozzám. Egészen picike volt, ilyen 7 éves lehetett talán, aki minden édesapja akkor még élt, sajnos nagyon korán elment a papája, de egy nagyszerű édesapja volt, és mindig jött, és ezt az apró gyereket mindig öltönybe küldte zongoraórára. És aztán mindig mondom, hogy Tibi, miért vagy te öltönybe? Vagy ha Jász vagy a pulcsiba, ebbe, abba a farmerba, ő mindig öltönybe, a sima órára. És akkor az édesapja mondta nekem, hogy azért jön öltönybe, mert a gyerek legyen azzal tisztában, hogy a zeneiskolába, hogy ő járhat egyáltalán, és hogy ővel ott foglalkoznak, ez egy óriási megtiszteltetés. És hogy ehhez mérten kell felöltözni. Hát képzeld, ez ilyen nem sem volt. Tibi fantasztikusan tehetséges volt. Ő egy másik irányba ment el, ugye, amit más műfajt művel, de ahhoz, hogy ő ezt így tudja művelni, azt ő is tudta, hogy, mert tudtuk, hogy nem a műfajban fog megmaradni, ahhoz azt először meg kell tanulni. De a skálától a Bachig, a Cserny időkig, a mindenen keresztül mindent meg kell csinálni, ahhoz, hogy utána már, szóval, hogy olyan birtokában legyen a hangszer, hogy semmi sem okozza a problémát. És ő volt az első a zeneiskolába a fönnállása óta, akinek meg tudtam tanítani például a Csajkovszki bémozongra verset, játszott a zenekarral itt, mint zeneiskolás, és utána meg a Kék Rapszódiát, a Görsvint, amik aztán ugyancsak embert próbáló művek, és nagyszerűen játszotta őket. Úgyhogy nagyon szoktunk összejönni fél évente egy-egy tejára, nagyon tartjuk a kapcsolatot, nagyon szeretem őt. Akkor 10 és 20 között van, nem tudom megmondani a számát, inkább közelebb a 20-hoz, azoknak a növendékeimnek a száma, akik olyanokra mentek, hogy énekzene matematika, énekzene magyar, énekzene német, stb. És például a Hanyvári Ildikó, most igazgatóhelyettes a Hunyadiba, ugye, őt is én tanítottam 10 évig, a Hugát, az Enikőt, aki szintén ott tanít, őt is én tanítottam. Nagyon, hát nem is tudom, hogy hitelni, hogy ki mindenkiket. Takács Andreát is tanítottam, aki a Belzsenyiben már régen énektanár, ő csellista is volt és zongorázott is. A Neher Andreát, a
Tauber Annát, nálam zongoráztak egész érettségig. Tanárnő, emellett nagyon fontos volt az, hogy ti egy kamaraegyüttest is alakítottatok a kollégáiddal, amelyikkel sok szép sikert értetek. Igen. Közönség sikert. Igen. Hát ez a két fontos van nekem még, amit nem mondtam el. Igyekszem rövid lenni, a kamaraegyüttesünk és a Liszt Ferenc női kar. Ez a kettő, amit nem lehet kitörölni. Meséld el mind a kettő, tanárnő. Hát az minden olyan érdekesen kezdődik. A Horváth Rudolf igazgató kollégám, az oboista, és a Szalai Jóska, akit nagyon jól ismerte egyetemen, akkor már tanszékvezető volt, ő rendszeresen, ő imádott muzsikálni, maga készítette a hangszerét, szóval Jóska egy szuper valaki volt. Nem tudom, hogy a jóskázása nagyon rosszul jön, itt ki, de nekem annyira dr. Szalai József. Mi úgy hívtuk viccesen, hogy dr. Józsi, egymás közt így szorítottuk. És ők mind egy héten kétszer-háromszor a Rudival összejöttek a zeneiskola igazgató irodájába, és muzsikáltak. Jóskán mániákusan szerezte, meg Pesten mindig antikvárokban bujkált, az olyan műveket, hogy két hegedűre írottak, és az egyik hegedű szóló volt, a Rudi nagyszerűen tudta oboázni. És egyszer csak délelőttén valamiért, lehet, hogy gyakorlás céljából ott bent voltam, a termeimben is jönnek be ketten, kotatartókkal, meg mindenfélével, és hoznak egy Händel-kottát. És mondják, hogy te figyelj ide, ennek van csembaló szólama, hogy játsz már össze velünk, hogy szól ez. És ezt ott eljátszottuk, és mondtuk, hogy milyen jó, hú, de jó. És én mondom nekik, hogy de fiúk, ez akkor lenne jó, hogyha ez alá kell egy szál cselló is. Ezek úgy vannak írva, hogy csembaló, meg cselló. Hát szóljunk a kelemen Mariannak. Mariannak is szóltunk, összejátszottuk, ezzel a Händel művel kezdtük a pályafutásunkat, és először csak így muzsikálgattunk egy pár, hát inkább csak hétig, mint hónapig, amikor úgy híre ment, hogy mi itten muzsikálunk négyen. De se nekünk nem volt semmi, nem volt, csak úgy muzsikáltunk. Még nem is szerepeltünk akkor, és a Környei Attila, múzeumigazgató. Igen, a Czenki múzeumigazgató, a Széchenyi születésnapjára szólt nekünk, hogy nem játszanátok ott valamit a kastélyban a születésnapján. Aztán mondtuk, hogy hát nem nagyon szívesen. És azt mondja, és mi a nevetek, mit ér meghívóra? Hát hú, olyanunk nincsen, hát mik legyünk, hát miket játszunk? Hát Händelt játszunk, Corellit, csembózunk, legyünk barokkvartett. És így a barokkvartett megalakult, és mi Portogruárótól Münchenig, összes kiállítás megnyitón keresztül. Kik voltak a kvartett tagjai? Bocsánat, a Horváth Rudolf, ha kellett, akkor angol kürtő, ha kellett, furuján, ha kellett, oboán. Szalai József, brácsa vagy hegedű, mikor mire volt szükség, Kelemen Marian kolléganőm a cselló, és én zongora vagy csembaló, mikor mi kellett. De mi játszottuk úgyis, hogy nem csak négyen, hanem így egy kettes, úgy egy hármas, ez nagyon jól lehetett variálni ezt a négy embert. És emberileg is nagyon közel kerültünk egymáshoz, a legjobb barátai voltunk egymásnak, a legmélyebb dolgainkat tudták a többiek, nagyon meg tudtunk egymással mindent beszélni, de sajnos, hogy én voltam a legidősebb közülük, 47, Jóska 49, Maria 49, Jóska 51, Rudi 53, Rudi mondta, hogy páratlan évben születnek a zsenik, szoktam mondani Rudi humorosan, és amíg Jóskával egészségileg úgy volt, hogy lehetett, még nem zsibbadt annyira a kezdet, nem akarok ebbe belemenni, addig muzsikáltunk együtt. És akkor megszűntünk, de közben még volt egy olyan szakasz is, hogy intrálad, amikor betársult. Sajnos már ketten nem élnek ebből, ugye? Hárman. Hát, Marian sem él évek óta, én vagyok a legöregebb, és én maradtam meg, és a szobámban is, és a tantermemben is van kép, a négyen, ahogy Németországban lettünk fényképezve, ahogy szerepelünk. Liszt Ferenc Társaság, Kodály Társaság, talán ő mesélj erről. Hát, a Liszt Ferenc Társaság, maga a Liszt Ferenc. Még először a Liszt Ferenc női kar, ugye? Bocsánat. Mi? Semmi baj. Liszt Ferenc női kar. 69-ben kerültem vissza Sopronba, és akkor Kovács Sanyi bácsinak ott házon belül zeneiskolás lányokból volt egy kis kórusa. A zeneiskola lánykara, akkor ő így hívta. És ebből, és oda rögtön kért engem zongorakísérőnek, hogy menjek velük zongorakísérni bárhova, és hát minden próbán ott voltam. És ez a kis kórus, ugye kiöregedtek a lányok, idézőjelben kiöregedtek a zeneiskolából, elmentek egyetemre, főiskolára, de akartak tovább énekelni. Zeneiskolásnak már nem jöhettek, és akkor így lett a Venesz Ernő igazgatása alatt volt ez a Liszt Ferenc Művközpontban, hogy először a Kiss Ház vette át a Sógor Ferivel, és utána pedig a
a Venesz Ernő, a Liszt Ferenc leánykar címé, mert akkor még olyan fiatal volt mindenki, és ők dotálták is valamennyire, ott voltak a próbáink, és akkor kezdődtek a nagyon nagy sikerű koncertek, az utazások, és még később már Liszt Ferenc női kar lett, amikor még lányokból nők lettek, és aztán erről a kórusról röviden annyit tudok mondani, hogy olyan színvonalú volt, hogy fesztiválkórus, aranydiplomás kórus, az égvilágon minden olyan, amit meg lehet kapni, magas szintet a kórus minősítéseken megkapta. Nagyon nagy érdeme, de ebben Jancsovics Antalnak is része van, a Rauch műveknek a felélesztése, amikor semmit nem tudott senki se, és több száz éve hevertek az evangélikus levéltárba a kéziratok, úgyhogy ez Jancsovics Antal segítségével életre keltek, nagyon sok Rauch mű is, de mindenféle más, szóval a reneszánszon, barokkon, a 20. századon keresztül mindent énekeltek, madrigálokat, csodálatos élet volt ott, a lányok is, ahogy az a társaság összetartott, pedig Sanyi bácsi nagyon szigorú volt velük, tényleg nagyon szigorú volt velük, de érezték mindig, hogy ez azért van, hogy ennek egy eredménye lesz. És mindig meg lett az eredmény. Mi lett ennek a vége talán? A vége ennek az lett, hogy én egy idő után, nem tudom most hányba, bocsánatot kérek, átadtam a Halmos Erikának a zongora kíséretet. Zeneiskolai kolléganő. Igen, zeneiskolai kolléganő volt. És akkor a Sanyi bácsinak mondtam, hogy ez bizonyos magán életi események miatt, én akkor azt erről levontam. És Erikának, hogy elvállalná-e, és utána ő folytatta Sanyi bácsival ezt. De a Sanyi bácsival a barátságunk az olyannyira élete végéig megmaradt, hogy az utolsó időszakban nekem lakáskulcsom volt hozzá, mert ő már csak otthon ült és feküdt, és hát ebben nem szívesen megyek bele, hogy milyen állapotban volt, és minden nap mentem hozzá, beszélgettünk szellemileg, mozogni már szinte semmit nem tudott, de szellemileg sziporkázott. Mindenre emlékezett, mindent tudott, és még néha egy kis humort is megeresztett. És addig mentem hozzá minden nap, látogattam, és nagyon sokan látogatták, Halmos Erika is rendszeresen vittünk ezt, azt voltak, akik a régi kórustagok a kilincsére kívül akasztottak befőtteket, meg nem tudom miket, szóval ki hogyan tudta segíteni. És egészen addig, amíg ő olyan állapotban volt, tartottuk a kapcsolatot. Amikor a felesége, azt úgy is tudod, ezt csak röviden érinteném, itt volt a bencéseknél, utolsó pillanatig nem akarta beadni, de amikor már olyan állapotban volt, hogy hiába barikádozta el fotelekkel az ágyát, azt is eltolta éjjel és elesett, szóval már nem lehetett otthon tartani. Minden áldott nap jött az Ildikó nénihez. És a lánykar, tulajdonképpen a női kar, aztán a Kovács tanár úrnak a halálával ez is véget ért. Hát van egy jogutódja, Harc Kati csinálja a Sonitus Karbanciét, ott énekelnek egy páron, akik... Még a leánykarban is benne voltak? Leánykarban is bent voltak, javában, igen. Talán egy másik nagyon fontos dolog az életedben a Liszt Ferenc Társaság. Igen. A Kodály Társaság és a Liszt Ferenc Társaság. Igen. Igen. Ezek hogy voltak? Hát ez úgy volt, hogy a Liszt Ferenc Társaság az már valójában 1893-ban megalakult Budapesten, és csak Pesten volt, tehát más vidéki városokban nem voltak tagozatok. És ez 1949-ig működött, mint egyesület. És 49-ben minden egyesületet, így ezt a társaságot is betiltották. Ezt úgy is tudod, erre az időről tudsz. És nagyon, hát nem, nagyon sok egy, de sok évig nem működött. És a vezetője a Forrai Miklós tanár úr volt, aki valamilyen módon addig kilincselt, még az Acél Györgynél is járt, hogy ezt a Lisztet azért, mert mégiscsak magyar, hát a Liszt kultusz az senkinek nem fog ártani, amíg ez a Liszt társaság újra, nem újra alakult, hanem folytatólagosan 73-ban. Idén ünnepeljük mindenféle rangos rendezvényen és koncertekkel és mindenfélekkel az újraalakulás 50 éves évfordulóját. És az első vidéki tagozat Sopronban a Lomosic Pál által megalapított 74-ben vidéki tagozat volt. Ő akkor a soproni szimfonikusok koncertmestere volt, hegedűművész és az óvóképzőben szakcsoportvezető tanár. És ő megalapította 74-ben, 76-ban vette át a Nagy Alpár tanár úr. Nagy Alpár tanár úr
én állítom, hogy a Sopai tisztársaság, Sopai tagozatának a fénykora az az Alpár. Szép könyvet is írt a tanáról. Igen. Ő fantasztikus munkát végzett egészen 2000-ig, amíg nem szólt közben a szívinfarktusa. És akkor ő ezt letette. De abban az időszakban, amíg ő ezt csinálta, az a rengeteg hangverseny, emléktábla avatások, különböző házakon, szóval ő fölkutatott mindent, örökké a levéltárba ült, ő különben is nagyszerűen ír, és nagyon sok publikációja is van, és rengeteg, tehát rengeteg... Komoly munkát végzett. Igen, írásba is, és mondom, nagyon, nagyon nagyszerű embereket hívott le koncertezni, meg nem csak koncertek, hanem előadások is. Aztán később a Hotel Pannonia is otthont adott nektek, ugye? Igen, az kicsit később volt, mert Alpár 2000-ben ugye ezt nem tudta tovább csinálni, akkor átvett a Rázó Emőke kolléganőm, és a Rázó Emőke kolléganőm után pedig a Kuzsnyár Péter. Uh-huh. És a Kuzsnyár Péter csinálta 13-ig. És 2013 tavaszán kaptam egy telefont Budapestről, bemutatkozott a hölgy, hogy Rozsnyai Judit vagyok, a Liszt-Ferenc Társaság főtitkára. Nem ismertük még egymást, és hogy elnézést kér, de megkapta a telefonszámomat, nem tudom honnét, és hogy szeretné, hogyha én ezt átvenném Sopronba. Mert hogy pillanatnyilag már majdhogy nem is működik, és az kizárt dolog, hogy Sopronba, pont Sopronba ne legyen Liszt Társaság tagozat. És azt mondtam neki, hogy hát hadd ne válaszoljam ezt én most meg, és mondta, hogy szívesen lejön. Lejött, leültünk a Pannoniába, átbeszéltük, Kuzsnyár Péter is ott volt, Kocsán Péter is ott volt, és abban a pillanatban az volt, hogy a Liszt Társaság Sopronyi tagozatának volt 3 tagja és 3000 forint készpénze. Tehát gyakorlatilag nem is átvenni kellett, hanem újra kellett. Újra kellett élni. És ez viszont nekem tetszett. Hogy újra kell éleszteni az egész társaságnak az életét. És azóta én ezt 10 éve csinálom, nem kis nehézségekkel, főleg a pandémia ideje alatt, meg anyagi, de a város támogatja egyébként, egyedül a Sopronyi tagozatot támogatja a városa, évi 350 000 forint készpénzzel a költségvetésünkből, nem mint az olyan nagyon nagy pénz lenne, de ugye a legtöbb művész úgy jön el, hogy szinte semmit nem kér, hanem a társaság. Olyan is volt, aki nem kért semmit, plusz adott pénzt a társaságnak támogatásképpen, de az nekik is kell utazni, meg kell valahol aludniuk, tehát ezekre elég meg a tagdíjak, hát amik vannak, és amiket szedek be. A legjobb a 10 év alatt, úgy átlagosan 60-80 között mozgunk, ez az alaplétszám, egyik évben felmentünk 104-re. Úgyhogy hála Istennek nagyon szépen felé lett a társaság, igyekszem jó programokat lehozni, és legkülönbözőbb témákban. Köszönjük szépen neked ezt a nárnő, ezt is, sok minden egyebet is, de most még befejezésül hagyd kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozol most, hisz tudomásom szerint ma is tanítasz a zeneiskolában, nem éppen mai napon, hanem manapság is még ott van. Ez így igaz, hogy szerintem én vagyok a Magyarország legrégebben tanító zenepedagógusa, ez az idei az 54. tanévem, de megszakítás nélkül. Tehát nem volt közte se semmi, mert az még nem is volt akkor. Úgyhogy 54. tanévem. A zeneiskolában újból, ugyan félállásban, de kinevezett közalkalmazott vagyok szeptember 1-je óta. 12-ben még ott voltam, akkor egy helyettesítésre hívtak vissza, egy 3 éves helyettesítés lett volna egy kolléganő helyett, aki szült, de csak 2 évre beölle, mert 13-ban bejött a rendelet, hogy aki tanít, arra az időre fel kell függeszteni a nyugdíját. Na most ezt ki meri bevállalni, bármilyen kevés volt az a nyugdíj 2012-ben, a biztosat nem adja föl senki se. Így aztán mondtam, hogy akkor hát eljövök természetesen, és eszem ágában nem volt bennem, soha nem fordult meg, hogy én otthon privát zongorát tanítsak. Mindig mondom, este gyerek, ha hazamentem, hát 3 munkahelyen volt a színház, az óvóképző, a zeneiskola párhuzamosan, hogy elég, ha hazamegyek, és akkor a zeneiskolában ott voltam 2 évig, és kiderült, hogy eljövök, mert hát nem lesz fizetésem, vagy hát lesz, csak nyugdíjam nem lesz tovább. Akkor egy pár szülő kérdezte, tanítok-e otthon, és mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, nem. És hát, hogy akkor jöttek egyen-ketten megint a szülők, én nem mondtam senkinek, hogy nem jövök, de valahogy elment a mégiscsak házon belül a híres gyerekek, mondták otthon, hogy
hogy akkor nem járnak haza, és nem lesz. És akkor én szóltam az igazgatójának, a Lambert Ünnének, hogy én nem hívok senkit se, de heten akarnak tovább zongorázni, és akkor kimaradnak. Úgyhogy böcsülettel ezt bevallottam, és ez a 7 gyerek eljött velem. A zenecskolából is tovább tanultak nálam privát zongorázni a lakásomon, és aztán jöttek a kis testvérek, akár mit tudom én mi, szóval 12-re fölment, és mondtam, hogy többet egy darabot se. 12-nél, aztán kezdtem tudatosan leépíteni, mert azért az sok volt, az a 12 otthon mellette, sok minden mással, ugye? És most van egy nagyon tehetséges tanítás. És most a zeneiskolában vagyok, és itt privát, ezelőtt 4 évvel, akkor 8 éves volt a, nem titkoljuk, Mózer Barnabásnak hívják a tanítványomat, és most 12 éves, ide jött egy osztálytársa révén, elsőben, hogy Esdénél ő is akar zongorázni. Elkérték a szülők a telefonszámomat, és jelentkezett. És hát hetek alatt kiderült, nem kellett volna hozzá, hogy olyan adottságai vannak, amilyennel én 54 év alatt nem találkoztam. Még nagyon sok jó növendékem volt, meg vannak is jó növendékek, de nem én mondtam ezt ki az elmúlt hónapok egyikében, hogy Szekkendi Tamás óta ilyen adottsággal született gyerek zeneiskolában nem volt. Hát reméljük talán, hogy ebből a kis fiúskából, Barnabásból egy Boros Misi nagyságú zongora. Hát reméljük, hogy sok Grázban már kétszer volt zongora versenyen, rangos díjakat. Idén megkapta Sopronban a Sopron ifjú tehetsége kitüntető címet. Igen, tavaly egy Nívó díjat kapott egy zongora versenyen Veszprémbe. Rengeteg felé megyünk. Ő neki azt hiszem, hogyha nem jön, ne jöjjön semmi közben, de ez az útja. Nagyon szereti, mindene megvan hozzá, és mondom, szóval olyan adottságai vannak, amikkel nem tudsz megtanítani. Egy nagyon magas szintig el lehet jutni szorgalommal, de van, amivel vagy születsz, vagy nem. Ez a tehetség. És ő neki van ez meg. Neked talán ő pedig tehetséged volt ahhoz, hogy sok ilyen tanítványod legyen, te is egy tehetséges zongoraművész vagy, egy tehetséges tanárnő vagy, és nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. És további jó egészséget, és sok-sok jó tanítványt még, hisz eleje teljében van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is örülök, hogy beszélgethetünk, ezeket elmesélhettem.